Köszöntöm nézőinket! Ez történt az Évben című műsorunkban. Ezúttal a 2021-es esztendő legfontosabb önkormányzati beruházásait foglaljuk össze. Ovi foci pálya létesült Dunakömlődön, amihez a Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatán nyert támogatást a Paksi önkormányzat. A település rész így újabb sportolási lehetőséggel gazdagodott. Erről márciusban számoltunk be. Ovi foci pálya létesült Dunakömlődön, amelynek mérete 26 méter hosszú és 14 méter széles, amihez a Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatán nyert támogatást a Paksi önkormányzat. A műfűvel borított komplexum térkőburkolatú járdán megközelíthető és körbejárható, a zöld felület rendezést a napokban a DC Dunakom ZRT munkatársai végzik. A megvalósítása ennek a pályázatnak az anyagi oldalát tekintve úgy történt, hogy igazán kevés volt az az összeg, amellyel önerővel kellett hozzájárulni a Paksváros önkormányzatának, hiszen egy 16,5 milliós programról van szó, annyiba került ennek a pályának a létrehozása, amely egyébként műfüves pálya. Ehhez Paksváros önkormányzatának mindössze csak 1,6 millió forinttal kellett hozzájárulnia. A település részen a sporttelep bővítése évek óta fokozatosan zajlik, a nagyméretű füves futballpálya mellett a közelmúltban egy minden igényt kielégítő 21. századi játszótér is épült. Nagy örömmel vették a kömlődiek, örültek, mert focinak itt tradíciója van már 60-70 éve ezelőtt is itt focipálya volt, úgyhogy a sportrajongók még nagy szerepet fog játszani szerintem az utánpótlás nevelésben is. Mert például tegnap délelőtt már a 6 és 10 éves gyerek már focizott, úgyhogy beindul valami, úgyhogy érzem azt, hogy ez hasznos létesítménye lesz Dunakömlődnek. Az Ovi foci pályán 7 évig az MLS és a Paksi Városvezetés közösen szervez programokat. Modernebb a képalkotása és sokkal gyorsabb is az az új röntgengép, amelyet a Paksi Gyógyászati Központ szerzett be. A készülék csere során a berendezéshez szükséges informatikai rendszert is kicseréltette a Gyógyászati Központ vezetése. Az új berendezést májusban állították munkába. Több irányba dönthető és robotkarral mozgatható az új röntgen a Paksi Gyógyászati Központban. A kedden bemutatott fejlesztésnek köszönhetően mostantól az intézményben korszerű, az előzőnél sokkal modernebb és kisebb sugárkibocsátású eszközöket alkalmaznak a diagnosztikai részlegen. Februárban még kábelek lógtak ki a falból, stábunk akkor forgatott a helyszínen, amikor a régi röntgent leszerelték a szakemberek. A berendezés cseréjére a Gyógyászati Központ vezetője szerint a korosodás miatt került sor. Többször kellett javítani a régi készülékeket, időnként csak felújított vagy használt alkatrészből tudtuk ezt megtenni, vagy utángyártott alkatrészből. Igen, költséges volt, az utóbbi években már elég sokszor akadozott emiatt, a betegellátás is volt, hogy állt egy-egy oldalon a röntgenbe, sőt olyan is előfordult, hogy mindkét röntgen néhány napig nem tudott működni, mire megoldottuk a problémát. Tehát elérkezett az a pillanat, amikor ugye a régi 17 éves készülékeket, illetve elmúltak már 17 évesek, ki kellett cseréljük. A készülék csere során a berendezéshez szükséges informatikai rendszert is kicseréltette a Gyógyászati Központ. A beruházáshoz szükséges forrást Paksváros önkormányzata biztosította a 2021-es költségvetésből. Teljesen modern képarchiváló rendszerrel felszerelt röntgengépet sikerült beszerezni. Köszönhető egyébként ez a beszerzés a PIP Nonprofit Kft-nek, illetve Süli János miniszter úr közbenjárásának és országgyűlési képviselő közbenjárásának. Így sikerült ezt a majdnem negyedmilliárdos beruházást, tehát 250 millió forint értékben megvalósítanunk. Süli János kedden személyesen tekintette meg az új berendezéseket. A Paks 2 projektért felelős tárca nélküli miniszter úgy fogalmazott, a korszerű röntgenekre több szempontból is nagy szükség lesz a jövőben. Örülök neki, hogy Paks egy ilyen berendezés együttessel gyarapodott. Lesz rá szükség, hogy a Covid miatt is meg fog növekedni. A röntgenezések száma fontos, hogy ne kapjanak járulékos terhelést a ideérkező betegek, illetve a erőmű beruházás kapcsán is nőni fog a lakosság, annak is a kiszolgálása, ez egy gyors kultúrát a
eszköz. Süli János hozzátette, dolgoznak a gyógyászati központ harmadik ütemének megvalósításán, és az erőmű építkezési területe mellett is lesz egy orvosi centrum, ahol a munkaegészségügyi vizsgálatokat, illetve a járványügyi szűrővizsgálatokat végzik majd. Augusztus 3-án adták át a forgalomnak a megszépült Szentháromság teret. A kormányzati támogatásból elkészült felújítás teljes költsége 330 millió forint volt. A rekonstrukció részeként megújultak a burkolatok, megtörtént a közművek cseréje, a légkábeleket földkábelekre cserélték, okospadokat is kihelyeztek, és parkolókat alakítottak ki. A március eleje óta tartó felújítás után most tükörsima aszfalt, térköves járdák, új parkolók fogadják a Szentháromság térre érkezőket. A mintegy 2000 négyzetméteren megújult teret augusztus 3-án adták át a forgalomnak. Kormányzati támogatásból valósult meg, Süli János miniszter úr közbenjárásának köszönhetően újult meg a Szentháromság tér. A bekerülési költsége magának a Szentháromság térnek 330 millió forint volt. Ez annak köszönhető nagy részt, hogy nem csak ami látszik, újult meg, tehát nem csak a burkolatok újultak meg, hanem a közművek cseréjére is sor került, tehát a csapadékvízelvezetéstől kezdve a ivóvíz is cserére került. Emellett a légkábeleket földkábelekre cserélték, két okospadot helyeztek el napelemmel, wifi kapcsolattal és USB csatlakozóval, hiszen a fiatalokra is gondoltak a tér megújítása során. 21. századi nagyon szép, hangulatos, kisvárosi hangulatot teremtő teret tudnak majd itt igénybe venni. Egyrészt ugye a paksiak, másrészt pedig ugye itt található a Bezerédi István általános iskola, valamint itt mögöttem látható a földhivatal, tehát akik ide érkeznek, iskolások, vagy ügyet intézni a paksiak a földhivatalba, akkor én azt gondolom, hogy egy nagyon szép teret tudnak birtokba venni. Egy nem várt esemény, három pince beszakadása miatt nem készült el még valamennyi parkoló, de a szeptemberi iskola kezdésre várhatóan ezeket is átadják. A Bezerédi iskola előtt is alakítottak ki új parkolóhelyeket a beruházás során. A tér átadásának apropóján tartott sajtótájékoztatón jelen volt Süli János miniszter is. Jó dolog itt lenni, szóval amikor polgármesterként indultam annak idején 14-be, akkor már ez a tér szerepelt a felújított vagy felújításra kerülő terek között, aztán az idő mégiscsak nekünk dolgozott, ma készen van, át tudjuk adni. A beruházás mellett még számos útfelújítás szerepel a Tarsolyban, tette hozzá a miniszter. Itt van még feladat, én tudom, mert ugye valamikor a múzeum és a új rész között is próbálkoztunk egy kis sétányt nyitni, az is adódik, de hát a Hidegvölgy utcában is van még dolgunk, de ott valószínűleg akkor fogom, mikor az elkerülő út is készen van, és akkor a kettő összekötése, vagy egyéb, tehát majd meg fogjuk beszélni, hogy akkor hogy tudjuk itt alakítani a jövőt, de azt gondolom, hogy ez a környék arról szól, hogy itt is a lehető legbonyolultabb utcákat is sikerült, mert ennek a térnek se volt egyszerű a felújítása, de ugyanúgy az Anna utcának se volt egyszerű, csak ez egy megújuló, szépülő városrészé tudott várni. A körzet önkormányzati képviselője Pálmai Klára örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Paks vezetése gondot visel a városrész felújítására. 19-ben beszámolhatunk az Anna utcának a felújításáról, 20-ban a Kömlődi útról, és erre az évre is jutott egy terület, mégpedig egy nagyon fontos terület, hiszen a város résznek a közlekedésének a levezetését bonyolítja a Szentháromság tér. A közlekedési rend a régi maradt, azt másképpen nem lehetett megoldani, tette hozzá a képviselő. Viszont az út minősége, a közműveknek a korszerűsége az mindenképpen a lakó kényelmét fogja szolgálni, hiszen nem kell attól félni, hogy útfeltárások következnek a megromlott közművek miatt, nem fognak tönkremenni az autók, és a közlekedésnek minden tekintete, minden szegmense modernizálódik. Azon kívül, hogy esztétikailag is nagyon szép lett a tér, legalábbis akikkel én beszéltem eddig, mindenkinek nagyon tetszik.
a jövőben folytatás következik. A városvezetésnek gondja van az egyes körzetre, többire is természetesen, de itt különösen sok hátralék van, nagyon sok olyan dolog van, amit még meg kell oldani a jövőben. Miniszter úrnak a segítségére számítunk minden tekintetben, hiszen ő az, aki tudja ezeket támogatni anyagi tekintetben is. Augusztus végén tájékoztattunk arról, hogy diagnosztikai és szervízberendezések kerülnek az elektromos buszgarázsba, amint egy 160 millió forintos eszközbeszerzés részeként többek között görgős fékerőmérő, fényszóró ellenőrző és kerékszerelő gép is érkezett a telepre. Február óta környezetbarát, 100%-ban elektromos meghajtású buszokkal utazhatnak a paksi lakosok. A város önkormányzata ugyanis 10 új, klímabarát, nulla káros anyag kibocsátású buszt vásárolt. A projekthez kapcsolódva épül a buszok szervízcsarnoka is. Benne minden olyan eszköz megtalálható lesz hamarosan, amely a járatok karbantartását teszi lehetővé. Erről írt alá hétfőn szerződést az eszközöket beszerző cég ügyvezetője és Paks polgármestere. Az elektromos buszok szervízcsarnokának a felszereléséről lesz szó, ez azon eszközök beszerzéséről, amelyek elengedhetetlenek ezen buszok szervizeléséhez, biztonságos üzemeltetéséhez. Ugye erre egy közbeszerzést indítottunk el, ahol a nyertes ajánlattevő ugye a T-Bonkár Kft. Lett. 120 napon belül Paksra kerülnek a berendezések, mondta Szabó Péter polgármester. Érkezik görgős fékerőmérő, kerékszerelőgép, gumiabroncs nyomásmérő, fényszóró ellenőrző berendezés és klímarendszer mosóberendezés is. Korszerű technológiai megoldással, úgynevezett oszlopos emelővel fogjuk a buszokat a javítás közben megemelni, kerekeinél fogva, tehát ez azt jelenti, hogy négy kerékhez ilyen villanszerűen négy emelő kézi mozgatással oda lehet tolni, és egy gomnyomásra összekapcsolva, szinkronizálva a rendszert olyan magasabban lehet felemelni, hogy alulról kényelmesen lehessen dolgozni. Nagy feszültségű rendszerek ellenőrzésére is helyben kerülhet sor az új gépeknek köszönhetően. Ezek az ellenőrző berendezések, ezek részben meglévő szolgáltatási szinttudásnak az ellenőrzése, részben pedig biztonsági ellenőrzéseket szolgálnak, például olyat, hogy a nagy feszültségű berendezéseknek a kábelei nem sérültek-e, nem kerülnek-e veszélyes közelségbe, akár érintő közelségbe a jármű karosszériájához, mert ugye akkor ez egy életveszélyes pontja az ügynek. Na, ezekre vonatkozó ellenőrző berendezések is részét képzik a szállításnak. Az eszközök a biztonságot szolgálják, a beruházás bruttó 160 millió forintból valósul meg. Befejeződött az országban az első, a Limes vonalában található római kort idéző játszótér kivitelezése. Erről is augusztusban számoltunk be. A Dunaföldvár Bölcske Madocsa Dunakömlőt térségi turisztikai termékcsomag részeként kialakított projekt a Tudással a Jövőért alapítvány közreműködésével valósult meg. Ragyogó napsütésben várja a gyermeksereget az új játszótér a Lussóniumban, a megépített elemek mindegyike a római kort idézi, két emeleten is mászókázhatnak a kicsik, de a római kori harckocsira is többen felférnek egyszerre. Az országban ez az első, a Limes vonalában található római kort idéző játszótér. Egy konzorcium keretében Madocsával, Bölcskével és Dunaföldvárral együtt pályázatot nyújtottunk be, annak érdekében, hogy turisztikai célú beruházást valósítsunk meg itt Lussóniumban. Ennek keretében létesült itt a mellettem, mögöttem látható római kori játszótér. A Dunaföldvár Bölcske Madocsa Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsomag részeként a Tudással a Jövőért alapítvány közreműködésével valósult meg a projekt. Nagyon örömmel vették a dunakömlődiek tudomásul, hogy a második közösségi tér is át lesz adva, vagy át lett adva. Ugye az első volt az ovifoci pálya, a sportpálya mellett, és itt a történelmi helyszínen Dunakömlődnek a legmagasabb pontján, a Lussóniumban egy római kori játszótér, ami az országban is egyedülálló.
már használatba vették a gyerkőcök már akkor, amikor így még folyamatban volt az építkezés, és a játékelemek már működőképesek voltak, úgyhogy elmentek a munkások 4 órakor, akkor már jöttek a gyerkőcök, úgyhogy nagy örömmel vették tudomásuk. De nem csak a dunakömlődiek örülnek ennek, hanem rengetegen járnak ki Paksról, Madocsáról, Bölcskéről is át, meg környékbeli falvakból. 36 millió forintos támogatásból valósult meg a játszótér, a projekt részeként kerékpáros pihenőhely is épült. Süli János miniszter szerint a térség infrastrukturális fejlesztései mellett kiemelt hangsúlyt kapnak a turisztikai fejlesztések is. Bölcskei, a Madocsai, a Dunaföldvári is elkészült, mindegyik fejlesztés. Itt vagyunk, ami szintén, ez egy tematikus játszótér, turisztikai fejlesztések keretében. Most ennyit sikerült, és annak is örülünk, mert ugye már azt hittük, hogy ezt el lehet felejteni, ezt a pályázatot, de 2 év akkor megkaptuk, hogy legyenek elkészítve a végleges tervek, és akkor neki lehet állni elkészíteni. Én szerintem ez egy szép helyen lévő, ideillő játszótér. Keret megállapodást kötött települési víziközmű tervezési feladatok ellátására a Paks és térsége közműfejlesztési és beruházási önkormányzati társulás augusztus végén. A keret megállapodás összege mintegy 2 milliárd 412 millió forint. A rekonstrukció és új hálózatok kiépítése Paks mellett több településen is megtörténik. A tervezési folyamat 1 évet vesz igénybe, a beruházás várhatóan már 2022-ben megkezdődik. Bő 1 éve létrejött egy társulás, a Paks Kalocsa Gerjen FAD, és egyébként érintettek még ebben a víziközmű fejlesztésben Dunaszentgyörgy települése, Tolna és Fácánkert is, de a társulás, azaz az előbb említett 4 település által jött létre, annak érdekében, hogy a Paks 2-es beruházás kapcsán felmerülő különféle víziközmű igényeket ki tudják majd elégíteni. Az ipari-gazdasági övezetek ideiglenes lakhatási funkciók kielégítésének megnövekedett igényei várhatók az atomerőmű bővítéssel, emellett az előregedett ivóvíz és szennyvíz vezetékek már hosszú ideje cserére szorulnak. Szabó Péter polgármester, a Paks és térsége közműfejlesztési és beruházási önkormányzati társulás elnöke mindenről a Városházán beszélt, ahol a társulás nevében keretmegállapodást kötött települési vízi közmű tervezési feladatok ellátására Décse Sándorral, az Aquarea Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft. És az Aquarea Nucleus Mérnök Szolgálati Kft. Ügyvezetőjével, valamint Zajzon Imrével, az Aqualine Z+Z Szolgáltató Kft. Ügyvezetőjével augusztus 26-án. A tervezési feladatok elvégzésére szóló keret megállapodás összege 2 milliárd 412 millió 750 ezer forint. Süli János miniszter is részt vett az eseményen. Nem kifejezetten mindegyik művelet az erőműhöz kapcsolódik, de hát ugye mi végig térségfejlesztésről is beszélünk kezdetek óta, tehát értelemszerűen amit sikerült vele tenni ebbe a programba, akkor összefüggésébe vizsgáltuk, és ugye Kalocsán és egyéb fejlesztéseink is lesznek, akár majd elválik, mindenféleképpen lesz minden fejlesztés, hogy pont a szállás, vagy nem szállás, vagy egyéb, de a megkezdett munkáinkhoz ott is kell víz-szennyvíz hálózat, tehát Kalocsa is ugyanolyan terjedelemben benne van a tervezési programban, mint ahogy 3 éve elkezdtük összeállítani ezt a csomagot. A határidő szoros, a szerződés aláírását követően 1 év áll a mérnökök rendelkezésére a tervek elkészítésére. Ennek okán egy nagyon komoly, több mint 50 fős mérnök csapattal állunk neki a feladatok elvégzésének, hogy egymással párhuzamosan az ivóvizes, a szennyvizes és a csapadékvizes tervezési kérdéseket is meg tudjuk oldani. Rögtön a sajtótájékoztató után már bele is vágunk a szakmai munkába, úgyhogy megkezdődik majd az első koordinációs összeülésünk, és innentől kezdve minden héten nagyon szoros kapcsolatban leszünk a tisztelt megrendelővel, hogy minél inkább az ő igényeinek megfelelően tudjuk teljesíteni a elvárásokat.
Jelentős mértékű rekonstrukció szükséges az ivóvíz és szennyvízvezetékek tekintetében, de szennyvíz elvezetés tekintetében is új hálózati elemeket kell kiépíteni. Arra is törekednek majd már a tervezésnél is, hogy a várhatóan 2022-ben elkezdődő rekonstrukció ideje alatt a lakosságot minél kevesebb kellemetlenség érje. Az esemény, melyen jelen volt Félvig Géza, Kalocsa polgármestere is, a szerződés aláírásával zárult. Októberben számoltunk be arról, hogy elindul a főutca felújítás újabb ütemének előkészítése. A tervezésről szóló szerződést októberben írták alá. Az elképzelések szerint az érintett szakasz teljesen átalakul a Dózsa-György út, illetve a Deák Ferenc utca a Kereszt utcától egészen a 6-os út becsatlakozásáig. Az érintett szakaszon biztosított lesz a párhuzamos parkolás, a járdák térkőburkolatot kapnak és lesz külön kerékpársáv is. A felújítás tervezése mintegy nettó 114 millió forintból valósul meg, kormányzati támogatásból. Az út új aszfaltburkolatot kap, a járdák pedig térkövesek lesznek. A Paksi főutca felújításának tervezése hamarosan kezdetét veszi. Főutca a mostani Kereszt utcától, a Könyvtártól egészen a Deák Ferenc utca 6-os útba való becsatlakozásáig teljes körűen meg fog újulni. A beruházást hétfőn jelentette be Paks polgármestere. Szabó Péter október 4-én írta alá a tervező cégekből álló konzorcium három vezetőjével a szerződést. A város vezető szerint a kivitelező szakemberei a tervezés során rögzítik a jövőbeni munkákat, kicserélik a közműveket, korszerű közvilágítás lesz, a csapadékvízelvezetés is javulni fog, párhuzamosan lehet majd parkolni, és a tervezés során fő szempont lesz a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés megoldása is. Paks városának az utcahálózata az olyan, hogy abszolút erre az egy főutcára tereli rá a forgalmat, ezt szeretnénk csökkenteni. A járművek sebességének a csökkentésére is sor fog kerülni, illetve ezzel párhuzamosan, ezzel összefüggésben a gyalogosok és a kerékpárosok védelme is meg fog valósulni, tehát olyan beavatkozások lesznek, amelyek ezt a célt szolgálják, és így tényleg egy korszerű városkép fog kialakulni, utcakép fog kialakulni majd. A tervezést a cégek konzorciumban végzik, tájékoztatott Szabó Péter. A nyertes ajánlattevő az a Paks Óváros Konzorcium nevet viseli, és az Aquarea Mérnöki Vállalkozási Szolgáltató Kft., az Aqualine Z+Z Szolgáltató Kft., illetve a Bokút Tervmérnöki és Vállalkozó Kft., valamint a PSB Aqua Kutatási Fejlesztés és Műszaki Tanácsadó ZRT nyerte el. A tervezésre nettó 114 millió forintot fordít Paksváros önkormányzata. Olyan szakági tervező csapatnak kell, hogy összeálljon, amelyben mindenféle szakma képviselteti magát, tehát ugyanúgy kell kertészeti munka, közvilágítási tervezés, ahogy polgármester úr említette, vízi közművek felújításáról van szó, egyebekről, hiszen egy útburkolat rekonstrukció nyilván nem valósulhat meg a csapadékvíz rendezése, illetve annak a megtervezése nélkül. Úgyhogy ennek a feladatnak örömmel vágunk neki, és remélhetőleg időben és minél kevesebb zökkenővel meg tudjuk oldani a feladatot. A főutca felújításának tervezése során kiemelt hangsúlyt kap a tájékoztatás is. A beruházás egyes szakaszairól rendszeresen tart majd fórumot a városvezetés, amennyiben a járványhelyzet ezt lehetővé teszi. Októberben befejeződött a támfal építés kivitelezése a Paksi Napsugár óvoda Dunakömlődi tagovodája mögött. A projekt célja nem csak az volt, hogy a löszfal omladozását megállítsák, hanem az is, hogy az óvodások visszakapják az eddig lezárt területet és biztonságban játszhassanak továbbra is. A teljes beruházás mintegy 35 millió forintból valósult meg. Az összegből 13 millió forintot pályázati úton biztosította Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány. Nem lesz az, hogy a felhőszakadáskor úszik az egész út. Igen. Szabó Péter polgármester, Spíz József képviselő és Molnár Adrien intézményvezető tekintette meg az elkészült támfalat a Dunakömlődi óvoda udvarán. Az építkezés célja nem csak az volt, hogy a löszfal omladozását megállítsák, hanem az is, hogy az óvodások visszakapják az eddig lezárt területet. Mindenképpen fontosnak tartottuk azt, hogy ezt a már több évtizedes problémát megoldjuk.
Paks polgármestere szerint hosszú ideje tartó problémákat oldottak meg a támfal megépítésével. A teljes beruházás 35 millió forintból valósult meg. A projektet 13 millió forinttal támogatta a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány. Én azt gondolom, hogy elengedhetetlen volt már ennek a támfalnak a kivitelezése, és ahogy mögöttem látszik, ugye még van kerítés, ez azért van, mert a kerítés mögött található területen a fűnek még meg kell erősödnie, a kicsiknek ugye még nem szabad, óvodásoknak még nem szabad rámenni erre a területre, tehát a kerítés most nem azért van itt, mert veszélyes a terület, hanem a fűnek kell még megerősödnie. Az intézmény vezetője örömmel fogadta a beruházást. Molnár Adrián szerint a kivitelező és az óvoda között gyors és hatékony kommunikáció alakult ki az első percektől. A gyerekek több mint 100 négyzetméterrel nagyobb udvaron játszhatnak, télen pedig innen tudnak majd szánkózni is. Az óvodában már arra vonatkozóan is vannak tervek, hogyan teszik otthonosabbá az új támfalat. Miután elolvadt a hó, és szánkózással kipróbálták az új játszófelületet a gyerekek, utána tervezünk a helyi alkalmazotti közösséggel és a szülők bevonásával egy társadalmi munkát, és szeretnénk ezt a támfalat kidíszíteni, kifesteni óvodai arculathoz igazodóan, és egy kicsit a természetközeliséghez is igazítani. Az Alice Kabau ZRT a gyerekeket még meg is ajándékoztam különböző játékokkal, valamint egy lebetonozott mini gokárt pályával. A támfalépítéshez kapcsolódóan Dunakömlő további részein is tervezik a partfal stabilizációt. Tervezzük a dunakömlődi plébánián is hasonló probléma van, ott is leszakadt a támfal. Ott képviselői keretemet ide ajánlottam, mert a dunakömlődi plébánia udvara egy közösségi tér, ahol tényleg nyári táborok szoktak lenni, adventi udvar, és az udvari életveszélyesé lett ezáltal nyilvánítva, semmiféle rendezvényt nem tarthatunk. Ez a támfal szorosan kapcsolódik a meglévő iskolának a támfalához, annak a folytatása lesz. Reményeink szerint ez is az idejében fog készülni. Október végén kezdődött meg a Táncsics Mihály utcai út- és járdafelújítás. A beruházás kormányzati támogatásból valósul meg, továbbá a település vezetés mintegy 40 millió forint önerőt is biztosított a rekonstrukcióra. A projekt összesen 149 millió forintból készül el 2022 áprilisáig. Nincs semmi. Itt van növényzet, nem? Igen, mert oda fog kerülni az elektromos vezetékúj. Az utolsó egyeztetések a helyszínen a Táncsics Mihály utcában, majd ezt követően a Városházán. A szakemberek az összejöveteleken átbeszélték a munkafolyamatokat, mindent rendben találtak, így kezdődhet az út- és járdarekonstrukció. Kérem a lakóknak a türelmét, illetve azt, hogy november 2-án, kedden, reggel 7 órakor kezdődik az igazi munka. Akkor jelennek majd meg itt a különböző munkagépek, így azt szeretném kérni a lakóktól, hogy még egyszer november 2-án kedden reggel 7 órakor az autóikat már máshol helyezzék el, más parkolókat keressenek a gépjárműveiknek. A kivitelezést az Amalfi Hungária Kft. Szakemberei végzik, a befejezés végdátuma 2022. április. Az idejében az a tervünk, mindenféleképpen a parkolót azt meg szeretnénk építeni teljes mértékben. Január-február vagy az időjárás lehetővé teszi, folytatnánk ugye a járdaépítést, vagy elkezdenénk a járdaépítést, és folyamatosan tudnánk haladni a bontás, illetve az építése. Tehát túl nagy folyómétert nem bírunk kibontani, mert ugye a lakóknak kicsit megnehezítenénk az életét. Tehát amennyire lehet, folyamatosan haladnánk az újbó építése és a járdába. Ulbert Sándor, a 2. számú választókörzet képviselője a helyszíni bejáráson elmondta, mint minden rekonstrukció, a mostani is a lakosokkal közös gondolkodást követően kezdődik. A jó kapcsolatot jelzi, hogy a járda mellett található fákat 2005-ben közösen ültették. A fák annyira megnőtek, hogy a külső világítás teljes mértékben elveszik a járdától, és a lakók esteit nagyon nehezen mennek, illetve kora hajnalba. Itt teljes mértékben fel lesz újítva a járda, ki lesznek véve a sövények, ami van oda, új kandellábelek kerülnek, a parkoló teljes mértékben fel lett újítva, még legutóbb én igazítottam meg, hogy nagyjából azért tudjanak parkolni az emberek, de most reméljük, hogy megint egy méltó 21. századi rész lesz itt belőle, aminek
megmondom őszintén, nagyon várják a lakók. A Táncsics Mihály utcai beruházás kormányzati támogatásból valósul meg, továbbá a településfejlesztés mintegy 40 millió forint önerőt ad a rekonstrukcióra. A projekt összesen 149 millió forintból valósul meg. Elkészült november végére a Kápolna utcai bölcsöde felújítása. A projektet topos forrásból, mintegy 1 milliárd forintból valósította meg Paksváros önkormányzata. A bölcsöde épülete 3 nevelési, gondozási egységet, valamint egy igazgatási szociális helyiségekből álló tömböt és egy melegítő konyhát foglal magába. Az épület 6 gyermekcsoportjában összesen 72 kisgyermek fogadására van lehetőség. Most még csend van, december 6-ától viszont gyermekzsivaj tölti meg a csoportszobákat, a Paksi Bóbita bölcsöde Kápolna utcai épületét egy hét múlva veszik birtokba a kisgyermekek. A bölcsöde teljes átalakításon esett át az elmúlt majdnem egy éves időszakban. A kivitelező januárban bontással kezdett, a munkálatok végül ütemterv szerint haladtak, így november 26-ára elkészült a felújítás. 2010 óta a család támogatások összege több mint háromszorosára növekedett, hiszen a jövő a gyermekeinkért van, és örömömre ad okot, közös örömünkre adhat okot, hogy 2010 óta a házasságok száma duplájára növekedett. A válások 60 éve nem látott mélyponton vannak, és a születések száma pedig emelkedik. Úgy gondolom, hogy ebben a mai ünnepségen is talán látszik az, hogy számíthatnak a kormányra. Ezt mondta az épület átadó ünnepségen Kovács Pál államtitkár, Szabó Péter Paks polgármestere pedig arról beszélt, a demográfiai változások miatt 2007. decemberében döntött úgy Paksváros akkori képviselőtestülete, hogy bezárják a Kápolna utcai bölcsödét. 2019-re úgy alakult a helyzet, hogy szükségessé vált az épület eredeti funkciójának visszaállítása. Minden középület megújulása ünnep és mérföldkő a város életében. Különösen is, ha egy ekkora jelentőségű beruházás valósulhat meg, hiszen 100%-os Európai Uniós forrásból 923 millió forint értékben tudtuk az életet és a jövőt visszahozni a régi épület falai közé, úgy, hogy benne és a környékén minden megújulhatott. Ebből a jelentős összegből 762 millió forintot költöttünk az épületek teljes külső és belső felújítására, a teraszok, az udvar és a parkoló kialakítására is. A bölcsöde épülete 3 nevelési gondozási egységet, valamint egy igazgatási szociális helyiségekből álló tömböt és egy melegítő konyhát foglal magába. Az épület 6 csoportjában összesen 72 kisgyermek fogadására van lehetőség, mondta az átadó ünnepségen Lukácsi Magyar Melinda intézményvezető. A teljes körű eszközbeszerzésnek köszönhetően új, modern, biztonságos bútorzat, valamint magas pedagógiai értékű játékkészlet várja a legkisebbeket. Fontosnak tartom kiemelni, az épület mai elvárásoknak megfelelő, akadálymentesített kialakítását, valamint a hangos térkép használatának lehetőségét a gyengén látók számára. A projektet topos forrásból mintegy 923 millió forintból valósította meg Paksváros önkormányzata. Az épület átalakításáról, a bontástól az újjáépítésig további felvételeket is bemutatunk a Paks On című magazinban. 509 millió forinttal támogatja Magyarország kormánya a paksi tömegközlekedés fejlesztésének előkészítését. A támogatási szerződés december 17-én Budapesten írták alá dr. Kutnyánszky Zsolt, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára, valamint Szabó Zoltán, a Paksi Közlekedési Kft. Igazgatója, Süli János miniszter és dr. Mosóczi László államtitkár jelenlétében. A januári tesztüzemet követően 2021. február 1-je óta hazánkban egyedüliként, csakis környezetbarát, 100%-ban elektromos buszokkal látja el a tömegközlekedési feladatokat a Paksi Közlekedési Kft. A 10 zöld színű, kipufogó gázmentes jármű mellett a jövőben még több ilyen buszt vehetnek igénybe majd az utasok. Magyarország kormánya ugyanis 509 millió forinttal támogatja a paksi tömegközlekedés fejlesztésének előkészítését. A támogatási dr. Kutnyánszky Zsolt, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára és Szabó Zoltán, a Paksi Tömegközlekedési Kft. Igazgatója írta alá Budapesten. Ebben a programban hidrogénmeghajtású buszok beszerzését is tervezzük, ez egy innovációs
dolog lesz gyakorlatilag itt. Pilot jelleggel oldjuk meg ezt a feladatot, 2 darab hidrogénbuszról lenne szó, a hozzátartozó töltőinfrastruktúrával, további 10 darab elektromos buszról van szó, 4 darab 14-16 személyes kisbuszról, ami egyébként iskolabusznak tökéletes húszatákba vinni a gyerekeket, okos megállókról, szabad parkolóhely figyelőrendszernek a kiépítéséről. Szabó Zoltán külön köszönetet mondott dr. Takács Zoltánnak, az Innovációs és Technológiai Minisztérium főosztályvezetőjének az együttműködésért. Paks alpolgármestere szerint a kormányzati támogatásnak köszönhetően az eddigi magas színvonalú tömegközlekedés minősége még tovább emelkedik. A paksiak érzékelhetik is, ugye sokkal sűrűbbek a járatok, sokkal nagyobb területet sikerül bevonni a helyi közösségi közlekedésbe, másrészt pedig a technikai színvonalban is érzékelhető ez az előrelépés. De hát nyilvánvalóan fontos, hogy ez a fejlődés ne álljon meg. Ebben nyújt óriási támogatást és lehetőséget ez a mai szerződéskötés, hiszen a most kezdődő, a szerződéssel támogatott munkában kerül előkészítésre gyakorlatilag a további buszbeszerzésünk, kipróbálunk egy teljesen új technológiát, az okoskártyarendszer kerül kidolgozásra, és természetesen az új buszmegállók beszerzése is kidolgozásra kerül. A hazai károsanyag kibocsátás ötödéért a közlekedés a felelős, ezért is fontos dr. Mosóczi László államtitkár szerint, hogy minél több környezetbarát busz álljon munkába. A tiszta és csendes járművek beszerzésében nem csak a családokat és vállalkozásokat, hanem a településeket is támogatjuk. A zöld busz program a 25 ezernél nagyobb lélekszámú vidéki városokban járul hozzá az elektromos buszok forgalomba állításához. Bár Pakson éppen kevesebben élnek, a város az atomerőmű otthonaként így is rengeteget tesz a zavartalan energiaellátásért, a klímasemleges gazdaságért. A tolnai település ennek megfelelően élen jár a helyi közösségi közlekedés zöldítésében is. A kormány az ország számos területén összehangolt közlekedés fejlesztéssel javítja az életminőséget. A szerződéskötés kapcsán Süli János miniszter azt mondta, a kormányzati támogatással Paksra érkező további új buszok kiváló szolgálatot tesznek majd az atomerőmű munkatársainak szállításában is. Saját munkatársaink közül már 300-an az erőműbe dolgoznak a Paks 2-es vonalon. Nekik is ugye fölmerült az igény meg szerződés kötés is, hogy akkor őket is már saját autóikon menjenek, és aki Paksra érkezik, az látja, hogy az erőműnél nem tudunk annyi parkolót építeni, amennyi oda érkező munkavállalók, akár karbantartó személyzet idéglenesen ne töltene tele. Tehát nekünk azért volna fontos, hogy higgyék el, hogy oda is olyan járatsűrűséggel tudunk, hogy nem érdemes saját gépkocsival majd közlekedni az erőműbe. Süli János miniszter abban bízik, hogy a közlekedés további fejlesztése az utazóközönség megelégedésére szolgál majd. A projekt megvalósítására az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program pályázatán nyerte el a támogatást a Paksi Közlekedési Kft. Ez történt az Évben című összefoglalónkat látták. Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok. Tartsanak velünk jövőre is. Viszontlátásra!